7 éves vagyok, van egy fiú szerelmes párom is. A bokorral kezdődött. Úgyhogy len voltunk az udvaron, és mondtam, Tomi, gyere be a bokorba. Én választottam ki a helyet, a legrejtekesebbet, és letérdelt elém a pocak, mondta, hogy én szeretlek, mondtam én is. Kérdezte, hogy megcsokolhatom-e a kezedet. Mondtam, hát tőlem, és megcsokolta a kézfejemet. Utána történt az, hogy fölmentünk, megmondtuk az óvónénnek. Ti vagytok a legszerelmesebbek? Igen. Ezt te honnan gondolod? Hát mert a többi, azok mindig összevesznek. És ti nem szoktatok veszekedni a pocakkal? Mi nem, soha. Én még nem nagyon ismerek olyan 6 éves kislányt, aki igazán úgy érzi, hogy ő szerelmes. Hát. És tudja mondani. Azért, mert nem tudom, azt nem tudom kifejezni. Hát mit érzel akkor, amikor azt mondod, hogy hiányzik? Honnan tudod, hogy hiányzik? A szívemből. Hogy érzem a szívemben, hogy hiányzik a pocak. Ki múlik ezt szerinted, vagy mind múlik, hogy nagykorotokban is ilyen szerelmesek legyetek? Rajtunk egyformán mind a kettőnkön. És te mégse beléd lesz szerelmes a Tamás, mikor már iskolás lesz, vagy nagyobb, felnőtt? Biztosan belém. Mert megesküdött előttem a bokorban. Mire esküdött meg? Hogy nem mondja el. És te biztos vagy benne? Igen. Bízol benne? Bízom. És mi lesz akkor, hogyha te szeretsz bele valaki másba, és te felejted el? Én nem fogom elfelejteni. Mert én nem akarom őt elfelejteni. Hát lehet, hogy nem fogod elfelejteni, de beleszeretsz egy másik fiúba, akinek még szebb kék szeme van. Mindegy, az nekem csak a Tomi legyen az.